Mikor hazavittem, ő egy tündéri, egy nyugodt kisfiú, átaludta az első éjszakát. A rengeteg izgőmozgó, másfél óránként éjszaka evő gyerekem után, hát én mondtam, hogy ez az álom kisfiú, és aztán az ember belegondol, hogy miért nem sír. Tehát biztos érzi azt ő, hogy bekakilt, vagy bepisült, vagy hogy éhes vagyok, vagy hogy fázom, vagy hogy bármi bajom van. De valószínű, hogy ezért, mert egy idő után megtanulnak inkább nem sírni, mert nem látják értelmét. És nekem ezt nagyon nehéz volt, hogy oké, hogy ő egy kis mosolygós nyugodt, de sírjál, babám. Nagynégrem Ágnesnek hívnak, 13 éve vagyok nevelőszülő az SOS gyermekfalunál, tehát nekem ez a főállásom. Én szeretem elindítani a gyerekeket az életbe, a pici babákat, hogy legyen nekik egy családjuk, hogy családban nőhessenek föl, családba kezdhessék az életüket, hogy minél kevesebb időt kelljen nekik a kórházba eltölteni, ahol nincs aki rámosolyogjon, aki megdajkálja, aki nap mint napot legyen, mert ugye ott változnak a nővérek, változik minden. Amikor hozzám kerülnek ezek a babák, onnantól kezdve nekik állandóság van az életükbe, rendszer van az életükbe, és el tud kezdődni az ő életükbe is a kötődés kialakulása. Nagyon kevés a nevelőszülő, nincs hova kihelyezni őket, és ezért van, hogy ők addig a kórházban vannak, míg nem kerülnek nevelőszülőhöz. Én most olyat hoztam például legutoljára, aki 3 hónapot már betöltötte, teljesen egészséges kisfiúról van szó, de mivel nem volt nevelőszülő, így kénytelenek voltak egyik kórházból a másikba küldözgetni vizsgálatokra, hogy valahogy bent tudják tartani a kórházba, de én sajnos hallottam olyat is, aki 1 éves is kórházba van. Fekszik bent vagy az inkubátorba, a nagyon koraszülött, vagy a kiságyba. Nincs, aki oda menjen hozzá, majd amikor elkezd sírni a szobában lévő anyuka, aki ott van a saját gyerekével, megsajnálja, ő veszi föl, hogy egy picit megnyugtassa. Mert olyan kevés nővér van, hogy nem tud oda menni. De egy idő után, ha sír, és nincs, aki fölvegye, nincs, aki ráfigyeljen, ő abba fogja hagyni a sírást. Szerintem ez egy újabb jelenség. Tehát régen azért ki tudták őket rakni nevelőszülőkhöz, nem kellett nekik hónapokat várni arra, hogy nevelőcsaládba kerülhessenek. Tehát ez szerintem az utóbbi fél-egy évnek a tendenciája, hogy bent ragadnak a gyerekek, mert nagyon kevés nevelőszülő van. Ez egy nagyon szép szakma, ez nem szakma, ez egy hivatás. Nagyon sok gyereken tudna segíteni, hogy kerek élete legyen annak a kisgyereknek, hogy családban nőhessen fel. Ha csak egy gyereken is tud segíteni, már jót tett. A saját lelkével is, meg a kisgyerekkel is. Szét kell tudni választani a szívünket az agyunktól. Nagyon imádjuk, nagyon szeretjük őket, de tudjuk az agyunkkal, hogy nem ez a mi feladatunk, hogy örök életre magunkhoz láncoljuk, magunknál tartsuk, hanem az a feladatunk, hogy addig szeressük, amíg ő egy csodás családba nem kerülhet. Végül is mi kell egy gyereknek? Legyen egy szerető otthona, egy családja, enni kapjon, legyen neki játéka, figyeljenek rá. Olyan boldogsággal fogja őket eltölteni azzal, hogy ők tudtak egy gyereken segíteni, hogy átmenetileg ők lehettek a szülei ennek a gyereknek, ami meg fog maradni az ő életükbe. Ez a munkánk része, és ez egy nagyon szép rész, amikor azt látom, hogy egy teljes élete lesz annak a gyereknek. Ehhez egy érzés kell, hogy én ezt akarom csinálni, hogy én szeretnék gyerekeken segíteni, hogy én képes vagyok arra, hogy elfogadjam azt a gyereket, hogy ugyanúgy tudjam szeretni. Tehát szerintem lehet ez egy orvos, lehet ez egy számítógépszerelő, teljesen mindegy, hogy milyen szakmából vált nevelőszülőre. Itt a belső motivációnak kell meglenni, hogy igen, én ezt akarom, hogy én ezt szeretném csinálni,
és ezt szívvel, lélekkel csinálom, és tudom csinálni.